akarod? Ja, István, forradjék meg, hogy jöjjenek a hívra. Nem lehet, aki magyar, jöjjön ide, így. Hát, hogy fontos a vére, de jöjjön ide föl a hívra. Oda mondtad meg! Más is rálépett ott a nyomat. De nem a rálépett, hanem megfordulna. Figyelem! Valamiért szaladszik, amitől valami. Tájékoztatjuk a járókelőket, hogy itt egy bank ellenes demonstrációban a hídon valamilyen megállt a kocsisor, nem tudunk tovább haladni, de ez éppen jól jött most, mert akkor így tudjuk tájékoztatni önöket mindarról, amiről még nem tudnak. Igen, a média már közölte országszerte, hogy a devizahiteles nyilvántartású hitelek, hitelszerződések hibásak, semmisek, törvényellenesek. A napokban zajlik a parlament előtt egy törvénytervezet, amit úgy hívnak, hogy devizahiteles megmentés. Már maga a törvénytervezet címe sem felel meg a valóságnak, mert a devizahiteleseket nem kell megmenteni. Miért nem kell megmenteni? Mert nem is volt devizahitel. A hitelfelvevők egyetlen egy külföldi valutában kifizetett centet sem láttak. Minden hitelfelvevő forintot kapott. A kölcsönszerződéseket a magyar törvények szerint, a meglévő magyar törvények szerint csak is forintban és forint alapon lévő kamatozással lehet elszámolni. Minden további költsége, amit a bankok az elmúlt 10 évben áthárítottak a hitelesekre, vissza kell téríteni a károsultaknak kamatos kamattal, és felelősségre kell vonni a pénzintézetek vezetőit, valamint azokat az állami ellenőrző szerveknek a vezetőjét, akiknek kötelességük lett volna időben észrevenni a csalást. Magyarország lakosságának egyharmada ma már nagyon sok család nem tudja kifizetni a közüzemi számláját, mert a banki hiteleit fizeti. Elnézést! Akkor kérdezem, ön átveszi a dokumentáit, átveszi a rendező szerepét itt a demonstráción, igen vagy nem? Mert azt beszéltünk meg egy pár percet, kapok, amíg megjön a pillanatban, átveszi vagy nem? Amíg elviszik az autót, arról volt szó, nem? Nem, most, de most nem viszik el a kocsit, mert mindjárt is ütőzkedtem. Most iratkozol, legyen szíves. Átveszi a szerepkört, vagy? Átveszem. Rendben, akkor ha a kocsit elszállítják, folytatjuk a menetet? Folytatjuk a demonstrációt, így van. Tehát hagyjatok a hídról eltávozni. Így van, várjuk meg a szállítóval. Jó, és akkor megyünk el ennyi, és folytatjuk. Így van. Jó. Megállunk még így, vagy csak műszakhiba miatt? Itt műszakhiba történt, úgyhogy megyünk tovább. Ez nem műszakhiba. Hát most elment a Frici szerintem szerelőért, és lehet, hogy mindjárt jön vissza. Pár perc. Jó, hát akkor jó, ön a rendező. Rendezvénynek a bejelentője, szervezője, minden. Oké. Köszönöm. A bankellenes demonstrációban résztvevő gépkocsi csoport valami műszaki hiba miatt kénytelen lett megállni itt a híd tetején, legalábbis ez az információm van, de hát addig is kihasználjuk az időt, és tájékoztatjuk önöket, hogy a parkolási rendben hívott. Nem tudtad, hogy itt nem lehet parkolni? Rossz autóval, mi hol álljon meg a rossz autó? Meg a rossz motor. Nem fizetjük a bankok által kiküldött forrasztó részleteket. Elszámolnak a hitelkárosultakkal, és hogy az elszámolás után el fog válni, hogy a jelenlegi törvény alapján történő elszámolás megfelele a társadalom igényeinek.
mi ma már úgy látjuk, hogy ez a törvénytervezet, ami a parlament előtt van, mint civil érdekvédők, nem fog megfelelni a társadalom igényeinek, ugyanis a jelenlegi törvénytervezetben továbbra sem esik szó arról, hogy nem devizában kapták meg az emberek a hitelüket, továbbra is deviza alapon lévő középárfolyamon akarnak elszámolni, holott az elszámolást csak is forintban lehet elvégezni, mert forintban történt a folyósítás összege is. Ma már olyan helyzetek alakultak ki, hogy valaki felvett 3 millió forint kölcsönt, fizeti 5 éve, tisztességesen, megemelkedett törlesztő részletekkel, és még mindig tartozik 6 millió forinttal. Ezért háborognak az hitelkárosultak, és nem azért, hogy ne kelljen azt nekik visszafizetni, amit felvettek. Jó lenne, ha mindenki megérteni, hogy Magyarország jól teljesít. Jól teljesít a mutik világában. A földmutiban, a bankmutiban, és minden egyéb olyan dolgokban, ami károsítja a magyar nemzetet. Most gyakorlatilag törvény mutiban láthatár. A bankszövetség és a kormány tárgyalgat a civil érdekvédők valós jogi képviselőiknek a háta mögött arról, hogy hogyan és milyen törvény szülessen. Van olyan törvény, ami előírja a társadalmi törvény... Talári nyugodt vagy te különben. Az bírtam benned az előtt. Hogy a bankok forintot adtak, és a forint mögött